Na szevasztok, srácok, Csipi vagyok, és elérkeztünk a Build and Play sorozatunk egy új részéhez, ahol a 89-es José Callejón köré fogunk építeni egy csapatot, ha már megnyertük ezt a jobb szélső támadót. Na, a felállás egy ilyen 4-3-3, és annak is a 4-es verziója lesz. Nem tudom, most miért léptem ki. Mindenesetre visszaléptem. Igazából olasz játékosunk szerintem még kevesebb lesz, mint az előző csapatépítésnél német, úgyhogy fogalmam sincs, hogy fog kinézni ez a csapat. Megpróbálom itt összeválogatni az olasz játékosokból a legjobbakat, amik nálunk vannak a klubban. Aztán majd meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Ebből kéne kihozni valamit. Hát Insigne mehet a helyére. Kis futmaszos Insigne a futmaszos De Rossival. Egy jó kis páros talkot szerintem. Ugye ez egy SBC-s Buffon. Higuain mehet csatárba. Asamoah legyen az egyik középpályásunk, és a másik középpályás pedig, aki támadóba megy föl ide, az legyen Pjanic. Barzagi lesz az egyik védőnk. Consigliere nincs szükségünk, tehát mehet ki a klubba. Elég egy kapus. Na, és akkor ide kéne megnézni védőket. Olasz ligában tök jó, nincs rightbackünk, nincs leftbackünk se. És milyen védőink vannak, az a kérdés. Hát ezek közül egyiket se szívesen állítanám be. Akkor nézzünk ide bármilyen right back-et, aki illik a csapatba. Mondjuk egy Bellerin pont jó lesz, mert hogy kötésbe lesz Callejónnal. Ide pedig nézzünk egy... Nincsen valami olasz védőnk? Ogbona. Ogbona teljesen jó lesz ide. És akkor hozzá... Hát olasz... bal szélső védőnk az nincs. Nézzük, milyenek vannak. Legyen Shaw. És akkor cserébe ott lesz majd Cuadrado, ugye meg Icardi, mind a két játékosnak az inform változata. Nézzünk a menedzsert. Allegri pont jó lesz ide. Aztán húzzuk le a ratinget. Na hát ez lenne ez a kis hibrid csapat, amit most is hirtelen Callejón köré felépítettünk. Ugye ez egy olasz ligás. Talán építhettünk volna egyébként spanyol ligást is, abból talán több játékosunk van, ugye? Hiszen Callejón spanyol, tehát azért a spanyolokkal is meg lett volna az összhang. Mindenesetre most ezt az olasz ligás kis csapatot építettük össze. Sajnos, mondom, még kevesebb olasz ligás játékosunk van, mint német játékosunk, mert a német ligás, bundesligás játékosunk van, ugye, úgyhogy nem tudom, ez a csapat hogy fog szerepelni, szerintem ez se lesz valami fényes, mert azért ennél jobb olasz csapatot is össze lehet építeni, hogyha vannak játékosaitok. Minden esetre beengedjük a másodosztályba, aztán meglátjuk, mi lesz. Na, dobjuk be ezeket a fiúkat, és a dzsumbiba jöhet a másodosztály egy meccs ezzel a hibrid csapattal. Ha találunk ellenfelet.
Aki egy 2014-es srác, vagy legalábbis egy 2014-es akunt, és a csapata pedig... Hát ez meg mi? Ez valami csaló lesz? Vagy pedig át fogja alakítani a csapatot? Csaló lesz, úgyhogy rögtön lövünk neki egy gólt, hogy ne tudjon kilépni, vagy ő lő egy gólt magának? Na, lestartolja. És kilépett, fantasztikus. Na hát akkor ennyi volt ez a videó. Egy X-re lehoztuk az első mérkőzést. Ha tetszett, akkor dobj rá egy lájkot, és iratkozz fel a csatornánkra. Csipi voltam, Alex játszott, szevasztok. Nagyon jó, elment a kontraktja a menedzserünknek. Azért nézzünk még egy ellenfelet. Reméljük azért talán csalót kapunk. FC a Koni. Ez is 2013 augusztusi. Nézzük a csapatát, gondolom valami kis brutális csapat lesz itt a Div 2-be. Ó, csak négy toccosa van, egy BL. Dendon kell lesz, nem is játszottunk Dendonkkel ellen, van neki egy Dembeléje, informba. Hát, ez egy ilyen egy része ugye. Hát a nagyobbik része az francia ligás, másik része pedig ugye a két tocs meg a Nahár miatt egy belga ligás. Egész jó kis csapatnak tűnik egyébként, szóval szerintem ez ellen meg fogunk szenvedni. Yeah, I think the strikers have got a point to prove because one or two of them passed up opportunities that on another day you'd have expected them to convert. Na nézzük, Higuain, Pjanic, Alejón, a kis tocosunk, majd látjuk, hogy mit produkál itt játékban. Higuain, Insigne, Higuain, Insigne visszakapta, jön a beadás és lefüleli Marquinhos. Egy gyors indítás ki Dembélé felé, ami jó is, Dembélét nem lehet utolérni. Vissza fogja húzni, de nem, mert jött és keresztült az egyik védőnk, úgyhogy az eső rá is pattintotta a támadóra egy kirúgás. Na, Fekir, Dembélé, Memphis Depay, kiindította Dembélét, na, Dembélét nem lehet utolérni. Asamoah. Callejon, Asamoah, Pjanic. Higuain egy fantasztikus passzt adott. Na, Asamoah. Pontatlanul játszunk egy kicsit. Sanson. Na, Dendonker, nekünk is megvan tocsos, nem, nem csinálsz itt a semmit. De is adom, lehet. Azt mondja Alex, nem adjuk el. Szerintem ezt jelenti, hogy eladhatom bármikor. Na jó, nem adom el. Megtartjuk azt a csapatot is egyébként, ezt a belgát. Micsoda jó indítás lett volna pedig ott. És... nem ment át a labda. Tolisso eladja. Na, Asamoah. Kiindítja Higuain, de hát nem jó az indítás megint, úgyhogy ebből egy szöglet lesz. Ebből egy szöglet lett. Elpróbáljuk ide a Higuainnak a kis feje bubjára ráíveni, de hát nem jött össze. Aha, arra volt a kapusa. Nahár. Nem volt les, Fekir. Egy berbaspin, az olyan lassú a cseh, hogy azt szerintem kár megtanulni használni is. Ezt csak azért mondom, mert mi nem szoktuk használni. Egyébként ez egy jó csel. Na hát ebben nem lesz szöglet, mert beéri Marquinhos. Rácsúszunk. Na ha ez piros, akkor Callejonnak annyi. Megúsztuk egy sárgával, hál' Istennek.
edged straight for his pocket. He didn't really think about it, but I think that's the good call. Na, Dendoncker, Dendoncker. És még így is jó a passz Memphis Defy-nak, vagy a Defy-nak. Nem tudom, Defy, mi van az a Defy, bazd meg. Na, jó, a cselek a 16-osan belül, de á, bázegi most már. Sárgalaposok is kell lehonnunk. De Rossi, Higuain, Insigne, a futmaszos. Kállehon, na gyerünk, 96 és aztán a gyorsaságja. Gyorsaságja, hát most én nem tudok beszélni, hallod? Jó, hát teszem a telefon, nem telefonozok most közben. Én nem is telefonozok most közben. Tolisso. Na, Memphis. Erug fel. Onnan megpróbálta Fekire ráolózni. Mozdulat szép volt, de hát... Higuain. Na, Insigne. Az Insigne amúgy ez a futmaszos szerintem tök jó. Vélebb olyan gólokat lőtt ilyen úszokban mindig. Na, Pjanic, Pjanic, rúg már föl. Nem rúgta föl, de Rossi, a Samoa. Pjanic, Higuain. Erről a véd. Dendoncker kivágja a labdát, és Memphis Depaynak már jó is. Ez az Fekir elmegy, nem érjük utol, Buffon véd. Na nézzük a szögletet, kicsibe végzi el. Ezt nem is tudom, hol gondolta, hogy ezt visszapasszolja. A Samoa Callejon. Nem volt benne erő a belövésben. Na, szanszal. Ó, oh, Fekir. Jó a becsúszás bázani. Pjanic. Kinek adjuk, kinek adjuk. Végül Higuain kapja. Pjanic visszakapja. Ki fogja kinyitani ott a Samoát. Ó, oh, de gyenge lövés volt a kicsi négertől. Dendoncker. Na, Depay. Dendoncker, kár volt becsúszni. Soha ne csúszkáljátok. Akart egy lövőcsel, de Shaw az résen volt. De Rossi. Pjanic. Insigne. Insigne kicsit belebonyolódott a lábaiba, és küldte a labdát. Sanson. Ez se a legjobb csapatunk, azt már most látom. Dembélé, tovább adja Fekirnek. Kapufa, nagy kamu. És akkor a négy védő közül pont Dembélé jelé patron a labdaba az meg. És akkor az első passzunk szar. Istenem. Nahár, Dendonkernek, Dendoncker, Tolisso. Memphis, Dendoncker, Fekir szereljük, de Rossi. Jó, most passzolgass a hátul. Fekir Dembélé fejde, most már el fogja fújni a fejdőt a bíró. Na hát ez a kérdés, hogy most ezt a szerencsétlen Higuaint ezt most lecseréljük az Icardira 88-asra. És behozzuk még esetleg Cuadradót mondjuk a Samoa helyett. Vagy előre még Callejon játszan, és akkor később behozzuk Cuadradót Callejon helyett. Hát akkor Callejon ment a levesbe, nem csinált semmit. Végül is ez az ő csapata ment, köré építettük, de egy fédőt kapott. Úgyhogy... látjuk, ez a kettős csere, ez valamit változtat el a meccs képén. Leginkább az eredményen, de Rossi, Pjanic.
ha kinyitod ezt a kis majmot, aki itt indult lent, akkor már is jön. Viszont a lövés elkerült a kaput, Pjanic lövése volt az. Na, Barzagli de már középpályán is labdát szerez. Quadrado, oda passzolt a Pjanicnak, Pjanic, Icardi. Pjanic, és Areola véd. Aztán simán lesz ide a levegőből a labdát. Ajjaj. A Samoa. Pjanic, Icardi. Belépnek a passzba. Barzagli, fenn vagyunk egészen félpályán szerintem. Hallottatokon vagyunk, vagy mi vagyunk? Nem csak így elől vannak a védőink. De Rossi. Lövőhelyzet, és akkor lepattal, a második pedig arra van a védi. Aztán légy szóval gyere át megint egyszer a félpályán túlra, és akkor ő egy volt megint. Na, De Rossi. Ez mi? Ezt felbasztuk 16-osan belül, de bírja szerint semmi. Barzagli, tök hasznos sok jobbat szerez a középpályán. De Rossi, ezt is védő arra vala. Figyeld meg, az lesz, hogy megint egyszer látom, és lő egy gólt. Mindig ez van ilyenkor. Na, Icardi a 16-oson belül, De Rossi visszapasszolja, Barzagli, de Quadrado összeszedi, Barzagli, Quadrado visszakapja, Insigne pedig onnan mellé lövi, bazd. Ez is megint olyan meccs lesz, mint az előző meccs, hogy semmi nem jön össze. Na, Icardi, aki menjen segíteni neki. Nem. Elváltuk messziről, de azt nem kellett volna, akkor inkább megvárni, hogy a többiek üresbe futnak. Memphis. Jó szerelés, és aztán rögtön eladjuk. Ezt nem értem, hogy ezt miért csináljuk. Hogy saját 16-osunknál rögtön akarunk passzolni, nem várjuk meg, míg valaki üresben megy. Folyamatosan eladjuk, hihetetlen. Na, Insigne. Memphis, török, forog, húzogat, indít, Dembélé. És végül Barzagliról pattan szögletre a labda. Na, Dembélénél ott marad. A középről lőtt labda viszont nem jó, úgyhogy most mehet Insigne. Nem tudunk egyet passzolni, tehát ez, hogy mindig a legszebb megoldást választjuk, hihetetlen. Na, Memphis, mehet egyedül kapura. Lejön Ogbona és szögletre tisztáz. Na, Aurier. Ismét tehet. Buffon. Jó, így is jó. Asamoah. Pjanic. Tehát így gyakorlatilag másodpercek vannak nálunk. De másodpercek van nálunk a labda. Dembélé. Buffon. Védte a lövést. Szöglet. Buffon ezt is öklözi, aztán másodszor csak megfogja. Kidobással már Quadrado. Icardi. Na most lehetne valamit kezdeni. Quadrado olyan lassú most valamiért. És nem jó a közép. Nem jó a középre adott labda. És ebből kirúgás lesz. Na, Asamoah, De Rossi. Pjanic. Kiteszi ide Insignének. Pjanic. Ez mi volt? Ezt lőd rá onnan. Hát amikor passzolni kell lősz, amikor lőni kell passzolsz. Na, ha ez az övé, akkor nagy kamu. Hát bazd meg. Miket csinálsz? Na, Dembélé, végül Asamoah becsúszva szereli. Trying
Hú. Nem, hát így nem, tehát így egyből passzolva, úgyhogy közben három ember rajta van, mi emberünk van, hát így nem lehet passzolni. Emles. Na, egy jó labda oda, magasan kvadrálódnak a szélre. Na, csoda, Pjanic, de úgy most sem volt jó passz, csak valahogy visszakadtam, Pjanic elé a labda, és akkor 1-1, a 87. percben, hihetetlen. Tehát egyáltalán nem megy ezzel a csapattal valamilyen. Nem is játszunk jól most. Mindegy, hát jó lesz az X is, úgy gondolom ezzel a csapattal most már így. Maximum a maradék két meccsünket behúzzuk majd valamelyik. Jó kis csapatokban. Na mi van, ennyire kell egy pont hülye gyerek, hogy izé tart róla labdát. Na, három perc a hosszabbítás, egy támadásra van időnk, úgyhogy nagyon is láttam, hogy be van pár, de buszolva, mint az állat. Ez ilyen sehova passzolok, tehát ez a hárman ott állnak az ellenféltől és oda passzolom közülük, ennek mi értelme van? Na hát, 1-1 lett a mérkőzés, ráadásul azt is az utolsó percbe tudtuk csak 1-1-re hozni. De hát ilyen is van. Egyszerűen csak a csapat nem volt jó, nem tudom. Ugye több lövésünk volt megint. De megint csak egy pont lett meg. Úgyhogy most kemény 12 pontunk van, két meccset be kell húznunk. Ahhoz, hogy feljussunk az első osztályba. Hámat, hogyha bajnokok akarunk lenni. Na de ezt már valami normális csapatunkkal fogjuk, nem ezekkel a tocsos játékosok köré épített csapattal fogjuk majd szerintem lehetszeni ezt a két meccset. Na hát a csapatot azt most nem értékelném külön. Ugye a Callahan-t le is kellett hoznunk, nekünk annyira nem jött be, de tényleg így fél alatt igazából nem akarok semmit mondani róla. Kipróbáltuk. X lett ezzel a csapattal, ugye ez nem a legjobb csapat. Ez van. Végül is 3 győzelem, 3 döntetlen, 1 vereség a másodosztályba. Nem túl fényes, de hát ugye ilyen egy-egy meccset megépített csapattal megyünk, szóval az annyira nem vészes a dolog. Meg nem tudom, ma valahogy alakszak sem ment a játék ezzel a csapattal. Na hát, legközelebb két meccsel jövünk. Szerintem két olyan meccsel, ahol a legjobb csapatunkkal fogunk menni, és akkor megpróbálunk feljutni az első osztályba, hogyha esetleg lesz még esély arra, hogy megnyerjük a másodosztályt, akkor 3 meccsen fogunk jönni. Ha tetszik ez a sorozat, akkor dobj egy lájkot rá, iratkozz fel a csatornánkra, Csipi voltam, szevasztok!